Üdvözletem és a legjobbakat! A mai videómban Transformers Prime Cyberverse, erre mindjárt kitérek, Commander Class Bulkert került bemutatásra. Igen, igen. Nos, még így gyorsan a névre kitérve, érdekes módon a Transformers Prime-nak volt egy mellékága, melyben igencsak jó Legend Class figurák voltak, és ezt Cyberverse-nek hívták. Nem úgy érthető okoknál fogva, pár évvel később kijött egy teljes széria, melynek neve Cyberverse, melyből pár figurát már be is mutattam, de ennek a két szériának semmi köze egymáshoz. Szóval, na mindegy, lényeg a lényeg, hogy íme itt van előttünk Bulkhead, aki a Transformers animated sorozatban jelent meg először, és a Transformers Prime szériában jelent meg másodszor. Nem mondom azt, hogy utoljára, de mint sorozatbéli szereplő, sajnos igen. Szóval innentől kezdve Bulkhead egy mellékkarakter volt. De nézzük is meg ezt a kis karaktert a maga mienségében, a maga bulki, azaz zömök mienségében, kis jármű a maga részleteivel. Itt már azért látható egy-két apróság a robotmódból, de erre természetesen majd kitérünk, amint minden szükséges információt megnéztünk a maga módján. Szóval Bulkhead zömök, szép kis ezüstös részek, néhány átlátszó résszel, és most nézzük meg, hogy őkelme mekkora is, kedvenc LEGO emberkénk és LEGO technik emberkénk társaságában. Nos, elmondhatjuk, hogy Bulkhead lényegesebben kisebb méterányokkal bír, mint sem ami LEGO emberke, vagy LEGO technik emberkéhez lenne mérvaró, ezért előveszem kedvenc kis nano emberkénket, aki még kisebb, mint ezen duó, így a trió tagját megnézhetjük mellette, ám észrevehetjük, hogy azért ennél talán egy fokkal, tehát talán inkább azt mondom, hogy egy gyerek mértének felel meg így Bulkhead mellett, mintsem egy felnőtt személy, és akkor szerintem jobban leszünk, és mindezek után tegyük félre a triónkat, de hozzuk be a kvartett utolsó tagját, Mérő Manót, kivel megállapítjuk, hogy Bulkhead teljes hosszúsága járműmódban 8 cm-es, szélességét tekintve Bulkhead szélessége 4,5 cm-es, magasságát tekintve pedig, lássuk csak, 3,5 cm-es. Nos, miután ezen fontos információkat megnéztük, mivel járműmódban az egyetlen járműmódi gimmickje az, hogy gurul, ezért olyan túl sok mindent erről nem tudok beszélni, ezért nézzük meg a figura átalakítását, mely a mértéhez képest azért lényegesebben érdekesebb. Nos, kezdetnek itt a lábánál kiakasztjuk az első lábait, de jó vagyok, lábszárait, lába elejét, így, né. Ezt követően kiegyenesítjük a lábszárakat, és fölhajtjuk itt a lábfejeket, így, né, egyszer, kétszer. Ezt követően itt hátra jövünk, kezeket kioldjuk ebből a hátsó részből, egyszer, kétszer, írni. Ezt követően a hátsó részt kicsit megbontjuk, hogy az egész rész elkezdjen széthúzódni. A lába kerekeknél ez a kis rész szétjön. Ezt követően a vállakat kihajtjuk oldalra, egyiket, másikat, írni. Kezeket lehajtjuk, vállnál elforgatjuk, egyszer, kétszer, válpántokat teljesen visszahajtjuk, így, né? Így már van egy érdekes kis, eléggé zömök arányokkal bíró balkadunk. Ezt követően az egész alsó részt kihajtjuk, és fölhajtjuk úgy, hogy az a kis pöcök ide föntre bemenjen. Mint mondom, azért ez az átalakítás ahhoz képest, hogy egy Legend Class figuráról van szó, rendkívül mód komplex, és hát ha nem azt mondom, hogy bonyolult, de azért elsőre az embernek nem menne. Szóval, igen, íme itt van előttünk Bulkhead a maga teljes mienségében, plusz, hogyha kihajtjuk a vállánál lévő kis elemeket, és megnézzük a kezét, igen, gömbcsuklós, akkor megállapíthatjuk, hogy Bulkhead teljes átalakítása után teljesen megváltoztatja a profilját, és mit nem mondjak, hát igen, egy hangyányit üreges, de ezt leszámítva, így szemből nézve, szemtől szemben
Tekintve a figurát, teljesen jó kis karakterrel van dolgunk, aki egy-egyben hozza a sorozat Billy mienségét. Igen, igen. Nézzük is meg, hogy Booker mekkora lett így az átalakítása után, kedvenc LEGO emberként és LEGO technik emberként társaságában. Tehát láthatjuk, hogy ha közelebb teszem a kamerát, így. Né? Hogy azért mértét tekintve szépen kiteljesedett, finoman fogalmazva, tehát azért lényegesebben szélesebb, mint sem technik emberként, ha bátor az ő mérteihez hasonlít, egy kicsit talán még magasabb is nálam, amit nem mondjak. Igen, igen. Félretéve őt és LEGO emberkénket, LEGO emberként olyan túl sok hasonlóság nincs köztük, szóval kérdezem, képbe hozzuk mérőmanunkat, és megállapítjuk, hogy Bulkhead magassága itt a kiskeréktől egészen a talpáig 9 cm-es, innen látszódik körülbelül ugyanúgy, igen. Váltól válik, váltávolsága 9,5 cm-es, mélységét tekintve maga a robot testileg 3 cm-es, ha beleszámítjuk a kerekeket, 4,5. Szóval igen, a kerekek kicsit bosszantanak, mert tulajdonképpen maximum így tudjuk őket elrejteni, hogy hátra hajtjuk őket. Így nem zavar a profilban, de eléggé hátul lesz. És igen, a figura tud ilyet csinálni. Gurul! Mint ahogy a robotoknak kell. A Animated Bulkhead képes volt és leült az ő kibliére. Prime Bulkhead képes és gurul a kibliével, szóval mindegyikük másra képes. Nos, mielőtt még képbehoznám az előbb említett hasonlatot, nézzük meg, hogy ezen pici Bulker mennyire mozgatható. Nos, nézzük meg először közelebbről a fejecskéjét, így. Ne? És ezt a fejecskét megnézhetjük, hogy sajnálatos módon eléggé le van kötve az ő helye, tehát nem mozog se jobbra, se balra, olyan szinten, hogy az értékelhető legyen. Vállát tekintve az képes, és ugyan nem minden légies könnyedséggel, de képes és körbefordul, hogyha arról van szó. Könnyekét tekintve képes, és 90 fokban hajlik. Az én példányomnál picikét laza egy ponton, de hát ez egy öregebb figura. Öregebb? Hát ez nem egy olyan gyakori, meg egy kis Legend Class, illetve Commander Class ról van szó, ezért megbocsátható. Kézfeje nem mozog, sok mindent nincs említeni rajta, lába ennyire tud előre menni, hátra ennyire tud menni. Spárgára képes a figura, szóval ezt megtekinthetjük. Érdekes, hogy kamerán egy fokkal világosabb zöldnek tűnik, mint így a valóságban. Térdét tekintve a figurának van egy apró térde, ez tulajdonképpen 90 fokban behajlik, csak hát annyira nem tűnik föl az embernek, nem mozog annyira, és pluszban még fölfele is hajlik, tehát pluszba tud fölrugni, mintsem ahogy a lábának hajlania kéne. Igen, hogy az átalakítás miatt szegény Bulkhead jobb, hogyha megnézi racsninál magát, hogy is van. De említettem azt a bizonyos hasonlatot, így hát tegyük le ide az icike picike Bulkheadet, és tegyük mellé az animated rokonát. Igen, igen. Szóval Bulkhead találkozik Bulkheaddel. Nem, a sorozatban azért ennyire nem lenne nagy a differencia, bár az animatedben Bulkhead egy nagy autóbotnak számított. Sajnos ezen játéka nem adja vissza annak a figurának a mérteit, tehát a karakternek a mérteit. Ilyenkor örülne az ember egy koppintástak, ami legalább eddig ér, hogyha nem magasabb. Létezik ennek a figurának egy leader class verziója is, de sajnálatos módon az eléggé túl van töltve gimikekkel. Igen, igen. Vicces lábjegyzet. Ennek a figurának a bemutatója volt a csatorna, szerintem talán második bemutatója. Eléggé más, mert ott is halkan beszéltem, és egy kicsit más volt. Szóval igen, de ez a videó nem az animated verzióról szól, hanem a Prime verzióról, kiről tulajdonképpen olybások minden egyéb dolgot nem tudok megemlíteni. Jobb a kis figura nagy üres hátsó résszel, azért ezt mindenképpen megemlítem, tehát itt így azért, igen, ez azért egy picikét hagy kívánni valót maga után, de hát ugye egy Legend figuráról van szó, Commander figuráról, így hát nagy problémám nem lehet vele, és ez azt jelenti,
hogy... Köszönöm, hogy megnézted a videómat. Amennyiben tetszett, kérlek hagyj egy lájkot, amennyiben megjegyzésed lenne, itt teheted meg, és amennyiben ilyen és hasonló tartalmakra vagy kíváncsi, akkor itt iratkozhatsz föl. Még egyszer köszönöm, hogy megnézted a videómat, és a továbbiakban is a legjobbakat. Sziasztok!